és szeretném akkor folytatni a tanítás sorozatot, és ami hát a szeretetről szól. A kedvenc igénk, vagy a kezdő igénk az ugye a János Evangélium 15. fejezetében van, és amit, hogyha végigolvasnék, amit nem fogok, ugye az 1-től Jézus arról beszél, hogy szőlőtő, szőlővesző, és az atya a szőlőmíves. És a mi dolgunk az, hogy a szőlőtőkén maradjunk. Ez az egy a mi dolgunk. Az összes többit az atya és Jézus csinálják, és tehát kevés osztatott nekünk, ha tetszik így mondani, hogy mennyire vagyunk jók ebben az egy kis pici dologban. Nem úgy gondolom, hogy Jézus Krisztus arra gondolt, hogy ne térjünk ki a hitünkből, érted, amiről beszélek, hogy ne hagyjuk el a keresztényt, de nyilván nem, hanem ne hagyjuk el a közösséget vele, mert a szőlőtő és a szőlővesző az egy nagyon komoly közösségben vannak egymással. Ez a közösség persze automatikus egy szőlőtőnél, tehát a szőlőveszőnek nincsen hatalma arra, hogy leszálljon, ugye? De nekünk van sajnos. És amikor az ember a közösségét az Istennel hanyagolja, akkor abból problémák tudnak lenni. És kétféle dolog történhet az emberrel, ami bajba sodorhatja. És mind a kettőn segít az Úrral való közösségnek a tartása. Az egyik dolog a sátánnak a támadása nyilván. Tehát ez történik, történnek a dolgok. A második dolog pedig, amikor az ember csúszik el, és csúszik a bűn irányába, és olyan dolgokat csinál, amit Isten nem akar, hogy csináljon, vagy olyan dolgokat nem csinál, amiket Isten akar, hogy csináljon. Mind a kettőn segít az Úrral való szoros közösségtartás. Mind a kettőn segít. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. És... De Szigetváron nem erről van szó, nem ez a tanításnak a lényege, hanem az, hogy Jézus mit tanított a tanítványainak. Hogyha most megnézed a János 15-ben a 8-as verset, tehát János 15:8-tól olvasom, abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványaim. Tehát Isten dicsőségére akarsz lenni, akkor Jézus tanítványa vagy, és sok gyümölcsöt teremsz. Amiképpen az Atya szeretett engem, figyeld, én is úgy szerettelek titeket, maradjatok meg ebben az én szeretetemben. Vagyis, mit mond Jézus? Azt mondja, hogy 3,5 évig tanítottalak benneteket szeretetben járni. Hogy hogyan kell szeretetben járni. Maradjatok meg ebben. Maradjatok meg ebben. Ha az én parancsomat, 10-es vers, ugye, ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben. Mutatja, hogyan kell ezt csinálni. Tehát Jézus instrukciókat adott, hogy hogyan csinál, hogyan viselkedj, akkor megmaradsz ebben a szeretetben. Amiképpen én megtartottam az én atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem, és a ti örömetek beteljék. Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket. Hát Jézus két dologról beszél, ugye hát, hogyha arrébb lapoznénk nánk egy kicsikét, akkor ugye olvasnánk azt, hogy új parancsolatot adok nektek. Ez a parancsolat a szeretet parancsolata. Ezt akkor tudod megcsinálni, ha megtartod azt, amit Jézus tanított neked. Erről van szó. És ez a sorozat lényege, teszem én ezt azért, bízom abban, az Úrtól vettem, remélem, hogy az Úrtól vettem, de ha nem is, akkor is jó hasznát veszitek, én azt gondolom, hogy az újszövetségi szentírásnak a Korintus levélben van még mondani valója a szeretetről, hogy a szeretet mit csinál, mit nem, hogy a szeretet milyen és milyen nem. És arra gondoltam, én kis bohó, hogy végig mennék, hogy van-e az igének még mondani valója ezekről a tulajdonságokról. Mik ezek a tulajdonságok? 16 dolgot sorol fel a Korintus 13.4. Korintus 13.4-től a szeretet hosszú tűrő, kedves, nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Ez öt dolog, amin túl vagyunk, tehát erről beszéltünk, és ez öt nagyon-nagyon fontos dolog, és jó, hogyha az ember az egy picit tudatosan erre figyel. Most jön az 5. vers, a nem cselekszik égtelenül, ez lesz ma. Nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr, a szeretet soha el nem esik. Vagy ahogy Károli fordítja, soha el nem fogy. Én jobban szeretem a soha el nem esiket, mert
A soha el nem fogy az egy olyan trivialitás, ami nem is igazán ezt jelenti a görög szó, másrészt meg világos. Ha Isten a szeretet, akkor nyilván soha el nem fogy. De a Bibliának sokkal inkább az a mondani valója, hogy aki szeretetben jár, az nem esik el. Mert a törvénynek a lényege is a szeretet volt. Tehát ha valaki tartotta a törvényt, akkor tartotta a szeretetet gyakorlatilag. Jézus is erről beszél, ha megmaradtok az én tanításaimban, azt cselekszitek, amit parancsoltam, akkor megmaradtok a szeretetben. Gyakorlatilag erről szól a dolog. És másutt a Biblia világosan beszél arról, hogy aki a szellemben, szellem gyümölcseit termi, amiből az első a szeretet, abban nincs botránkozásra való. Ugye? A szeretet a törvény betöltése, mondja Pál apostol. Tehát sok ilyen igénk van, ami arra utal, hogy ezt teológiailag inkább úgy fordítjuk, hogy a szeretet soha el nem esik. Vagyis amíg szeretetben jársz, addig nem jársz bűnben. Pont. Na most mi az, hogy szeretetben járni? Hogy hosszan tűrsz, te türelmes vagy, kedves vagy, nem irigykedsz, nem kérkedsz, nem vagy felfuvalkodott, nem cselekszel égtelenül, nem keresed a magad hasznát, nem gerjedsz haragra, nem emlékszel a gonoszról, tehát nem rovod fel a gonoszt, az a felrovás az a megemlékezni valamiről, nem örülsz a hamisságnak, együtt örülsz az igazsággal, mindent elfedetsz, elfedezel, tehát tapintatos vagy magyarán, mindent hiszel, mindent remélsz, és mindent eltűrsz. Akkor nem esel el soha, ha így élsz, ha így viselkedsz. És akkor nézzük az ötös, most persze, mi van, ha nem sikerül? Köszönöm a kérdést, valakiben felmerült, semmi, Isten kegyelmes hozzád. Tehát ez most nem arról szól, hogy most akkor, hogyha én ezt nem tudom így csinálni, akkor Isten kegyvesztettje lettem. Nem, mert Isten ilyen elsősorban. Tehát ez a felsorolás, az 1 Korintus 13-ban, ez kicserélhető a szeretet az Istenre. Tehát Isten nem kíván olyat tőled, ami ő maga nem. Oké? Tehát amit ő maga nem gyakorol. Tehát Isten hosszú tűrő, Isten kedves, Isten nem irigykedik rád, Isten nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, Isten nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, Isten nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, ez a mi szerencsénk, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal, mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. És Isten soha el nem esik. Hát Isten ilyen elsősorban. Isten ilyen veled elsősorban. Tehát Isten hosszú tűrő veled, kedves hozzád, nem irigy rád, Isten nem kérkedik veled szemben, nem fuvalkodik fel, Isten nem cselekszik égtelenül, hogy téged elfordítson magától, Isten nem keresi a maga hasznát, ha bármit akar tőled, Isten nem gerjed haragra veled szemben, nem rója fel a gonoszt, amit elkövettél, Isten nem örül a hamisságodnak, de együtt örül az igazságoddal. Isten tapintatos veled, azaz mindent elfedez, bízik, mindent hisz, mindent remél, és mindent eltűr. Isten ilyen veled. Tehát, hogyha neked ezt nem sikerül megcsinálni, nem sikerül ezt imitálni, akkor még mindig van valaki, aki hatalmasabb, és veled türelmes, veled kedves, stb. Stb. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, de ettől függetlenül én, meg te, nem baj, ha arra törekszünk, hogy ezek a tulajdonságok jók legyenek és működjenek bennünk. Miért? Azt mondta Jézus, ha ez sikerül, akkor a te örömöd teljes lesz. Te örülni fogsz tudni, hogy szeretetben tudsz járni, szeretetben tudtál járni. Nem tudom, te hogy vagy ezzel, én nekem vagy sikerül, vagy nem. Nagyon komolyan megpróbálja az élet néha a te szeretetedet, igaz? Tehát megpróbálja a hosszú tűrésedet, megpróbálja a te kedvességedet, megpróbálja azt, hogy te irigykedsz, vagy nem, megpróbál téged, hogy kérkedsz, vagy felfuvalkodott vagy nem, ez a világ. Tehát nem más, nem Isten próbálkozik veled. Tehát egy olyan helyen vagy, ami elszakadt Istentől, és ez a világ próbára tesz téged. És az ember elszomorodik, amikor nem sikerül. Viszont öröm van abban, ha igen. Voltam úgy, és jártam úgy, hogy hát bizony megalázott engem az én uram azzal, hogy a kísértésekben nem tudtam megállni jól. Ugye, mert tudjuk jól, hogy ugye nem egyéb, mint emberi kísértés esett rajtatok, de hű az Isten, aki nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. És a kísértéssel együtt ő megadja a kimenekedés útját is. Tehát Isten megadja az utat, hogy kimenekedj belőle. Tehát ha elestél, akkor nem azért estél el, mert Isten megengedte, hogy erődön fölül megpróbáljanak. Hanem azért, mert erődönnek megfelelő próba esett rajtad, és elbénáztad, azért estél el.
És hogyha erődnek megfelelő próbán ma estél, és győztél, és nem estél el, hát azért annak lehet örülni. Azért annak lehet örülni, nem? Fú, de jó. Türelmes tudtam maradni. Fú, de jó. Tehát én nekem az én életemben, most biztos ez különösebben nem érdekes, de az elmúlt hónapokban, elmúlt fél évben elég komoly próbákon mentem keresztül. És úgy figyeltem, hogy mi próbáltatik meg bennem. Mi próbáltatik meg bennem, és nagyon sokszor elbénáztam, őszintén megmondom. De amikor végre sikerült, végre sikerült, a felfogalkodottságom nagyon sokszor meg volt próbálva, és amikor sikerült alázatosnak maradnom, és szelídnek maradnom, egy totálisan, velem totálisan görényen bánó emberrel szemben, akkor ez egy olyan öröm volt, hogy sikerült. Végre átmentem ezen a vizsgán. Végre átmentem. Nem szóltam be, nem viselkedtem arrogáns módon. Szelid alázattal, még én kértem, hogy te őszintén. Hú, mondom, halleluja, végre sikerült. És ez egy ilyen lecó volt nekem. Nagyon érdekes volt. És az is nagyon érdekes, hogy azóta nem próbáltattam meg. Azóta nem próbáltattam meg ezen a területen. Érdekes dolog ez. Na nézzük a következőt. Nem cselekszik égtelenül. Az első igénk a Róma levél 13-ban van. Ugye tehát ez az, hogy nem cselekszik égtelenül, ez a 1 Korintus 13.5. De, hogy a kapcsolódó ige sor, tehát Róma levél 13.13. Azt mondja, mint nappal ékesen járjunk. Nem dobzódásokban, részegségekben, bujálkodásokban, feslettségekben, nem versengésben és irítségben. Jó, nyilván. Ez szerint, az ige szerint az irigykedés, a versengés, a feslettség, a bujálkodás, a részegség és a dobzódás az égtelen viselkedés. Tehát amikor azt mondom, hogy nem cselekszik égtelenül, akkor itt van egy definíció, hogy milyen az, hogy ékesen viselkedni, és mi az, hogy égtelenül viselkedni. Bocsánat. Hát kérem, én utána néztem a görögben, mit jelent ezek a kifejezések, hogy a dobzódás, a részegség, meg mi egy, mert a részegség az érthető, de hát nézzük meg, hogy mi ez az egész. Tehát az a szó, amit dobzódásnak fordít a Károli, az egy ilyen torkigzabálás, mérhetetlen evésivás. Elsősorban ezt jelenti ez a szó, de ez egy olyan görög szokásra utal, hogy Bacchus tiszteletére éjjeli lámpás, fáklyás felvonulást tartottak fiatalok a barátaik házához vonulva, szerenádot tartva, miután jó bezabáltak és jól erészegettek. Tehát ez a tivornya, ez a mértéktelen tivornya, berúgva, bezabálva, ez a dobzódás, hogyha valaki kíváncsi lenne, mi az, hogy dobzódás. Ugye régi szó, ma dobzódásnak írjuk ezt. T-betűvel használják a ma azt a kifejezést. Ezt jelenti ez, és komosz egyébként görögül, ha bárkit érdekel. Na most kérem szépen, a részegséget neki érti, ugye? Ez egy nagyon fontos dolog, de egy pici megjegyzést azért hadd tegyek hozzá. A részegség az az, ami a lényege az, hogy valaki a józanságát és az önkontrollját elveszítse. És vannak ilyen kifejezések, ugye ez az angolul, ez az alcoholic, de ennek mintájára csináltak más kifejezéseket is. Van ilyen például, hogy workaholic, aki munkamániás, és már annyit dolgozik, hogy teljesen elveszti a józan ítélő képességét az életnek mindenféle területén, mert semmi más nincs benne, csak ez és ez. Na most, ezt lehet droggal csinálni, lehet nőkkel csinálni, lehet kocsikkal csinálni, lehet bármivel csinálni. Tehát amikor te neked a centrumba kerül valami, és a te józanságodat elhagyod, elveszted az élet más területein, akkor vigyázzál, mert akkor egyfajta ilyen részegségben vagy benne már. És az nem jó. Az nem jó. Olvastam, nem tudom, olvastátok-e, nagyon érdekes, nem jut eszembe az úriembernek a neve, aki szintén egy ilyen halálélményen túlesett valaki, és mondja azt, hogy a józanságát vesztett ember az,
aki könnyen lesz megszállottá. Tehát démonok könnyen befolyásolják. Démonok könnyen bekerülnek akár az illetőbe. Ez nagyon csúnya dolog. Tehát a démonok azok olyan lények, akik szellemi lények, és testet keresnek maguknak, abban szeretnek lenni, és abban szeretik kiélni a különféle pervers dolgaikat, és szeretik gyötörni az embereket. Ez egy nagyon-nagyon súlyos dolog, nagyon sok démon van itt ebben a világban. Megkérdezitek, hogy Isten miért nem küldte le őket az alvilágban, és miért nem takarította ki őket? Erre nagyon egyszerű a válasz, azért, mert az alvilágban is rengeteg van már, és akik lejutottak a pokolba, azokat ott gyötrik démonok. És bőven elég van ott nekik a szenvedés okozó szellemekből odalent. Nem kell még azt is letranszportálni, aki itt van a Földön. A démon egy Földön egy ember gyötörhet 60-70 évig, az illető megszabadul, hogyha most érted, nyilván, hogy most nem akarok a démonizáltságba belemenni, de a démonok többféle szinten zaklathatják az embereket. Egészen a zaklatástól a megszállásig komoly folyamat van. Egy keresztény ember nem szállhat meg démon, de egy keresztény embert zaklathatnak démonok. Nem, akár nem is személyesen, hanem az ellenség így dolgozik, kérem szépen, hogy neked megoldja a problémát más embereknek a démonizáltságával keresztül. És neked problémáid lesznek azáltal, mert más embereket démonok befolyásolnak. Na most, amikor te innen elmész ebből a világból, akkor ettől megszabadul te egyszer mindenkorra. De aki elmegy innen ebből a világból a pokolra, az nem szabadult meg tőlük, mert ez egy magasabb szinten kapja a gyötrést oda lenn. És gondolom ennek van valamiféle, ez valamiféle magyarázatot ad arra, hogy Isten miért nem takarította el a démonokat a Földről. Mert nincs máshova takarítani őket, csak oda le. Csak oda lent, meg ott vannak azok a szerencsétlenek, akiknek bőven elég démon van már a rendelkezésükre. Ott lent, hogy gyötörje őket. Szóval én ez az én gondolatom, erről vizsgáljátok meg. De lényeg az, hogy a józanság elvesztése, és nagyon sok kábítószeres ember, nagyon sok alkoholista ember tesz arról bizonyságot, minek utána megtér, ugye, hogy ezekben a bedrogozott, bealkoholizált, betépett állapotban bizony milyen démoni hatások érik. Úgyhogy az embernek van ilyen fajta képessége, hogy nyisson a szellemvilág felé bizonyos józanság elvesztésével, és akkor bizony bajba kerülhet az ember. És ez vonatkozik egyébként mindenféle okkult praktikára is, tehát nem muszáj betépni, mint az ágyú. Elég az, hogyha az ember egy kicsikét asztalt táncolta, meg egy kicsikét azt csinál, ott megint egy olyan pont, ahol azok a szellemi lények alig várják, hogy testhez jussanak, gyerekek, ezek itt vannak, és azért, mert testben voltak annó. A démonok azok nem bukott angyalok, az én látásom szerint. Van erre Bibliában is néhány utalás, igazán nem sok, néhány rafinált utalás, főleg az Ószövetségi Szentírásból lehet ilyeneket látni. Második templom irodalom tele van ezzel az információval, hogy a démonok honnan jöttek, honnan sem. Lényeg az, hogy ezek testben levők voltak, és szeretnének testbe menni. Jézus is mondja, hogy amikor a démon kiszáll az emberből, akkor víz nélkül való helyeken jár. Nyugalmat keresve, de nem talál. És ezért szeretne visszamenni a testbe. És az a borzasztó, hogy az ember, tehát a testi lényeknek, az elveszett szellemeiről vagyunk szó, ezek nem azoknak a hibrideknek, akik ide születtek, az angyalok, meg embereknek, a istenfiaknak, meg embereknek a frigyéből gyakorlatilag onnan származnak a démonok. Ez a nagy helyzet, és hát ők testből jöttek ki, és testbe vágynak vissza. Nekik mindegy, csak testbe lehessenek. Nézd meg, amikor a gadarénus megszabadítja Jézus, akkor engedélyt kérnek, hogy jó, ki ebből az emberből ki kell menni, de legalább a disznónyájba hadd menjünk be, mert testbe szeretnének lenni. Amikor az ember, te vagy én, elköltözünk innen a mennybe, akkor azért van szükséged neked is a testi feltámadásra, mert te testbe lettél tervezve, és nem érzed jól magad a tested nélkül. Az egy más kérdés, hogy a menny ezt le fogja árnyékolni neked. Tehát, hogy te kikerülsz a testedből és elmész a mennybe, akkor nem az lesz a bizony, nem az lesz a benyomásod, hogy jaj, de rossz neked. De mit gondolsz, Isten miért támaszza fel a testeket? Azért, mert téged testbe tervezett. És te úgy érzed jól magad, így vagy rendben, hogy testbe vagy.
És ezért kapsz új testet, ezért változtatja el a mi Urunk Jézus Krisztus a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez. Amen. Mert te úgy vagy jól, úgy vagy kitalálva, úgy érzed jól magad. És ezek a nyomorultak, ezek a démonok, akik itt kóvályognak, ezek is úgy éreznék jól magukat, ha testben maradhatnának. De sajnos nem maradhatnak, és ez van. Szóval ennyit a részegségről. Úgyhogy vigyázzál, nem csak arról van szó, hogy égtelen a cselekedeted, hogyha részeg vagy, hanem ki is nyitod magadat bizonyos dolgoknak. Erre nagyon kell figyelni. És ugye nem is tudom, David Wilkerson volt, aki megjósolta ezeket a drogokat, amivel az illető teljesen kiütik, és akkor azt csinálnak vele, amit akarnak. Ugye ez még a 80-as években vagy a 70-es években volt egy ilyen proféciája David Wilkersonnak. És ténylegesen vannak ilyen dolgok. Ezektől meg kell óvni a fiatalokat is, meg mindenkit, és Magyarországon a drog probléma annyira nem nagy, egyébként most nem tudom miért beszélek erről, de legalább valaki beszél erről, de az Egyesült Államokban félelmetes mekkora a probléma a drog. Valami félelmetes, mert ugye szabad módon mindenhez hozzá lehet jutni, óriási nagy ország, kevés rendőrséggel, viszik a drogot és úgy zabálják a marihuánát, mint te a cukrot, érted? De valami egészen elképesztő. És azok a büntények, amiktől az embernek az esze szétesik, hogy lehet ilyet megművelni, hogy lehet ilyet csinálni másik ember, legtöbb esetben kiderül, hogy drogháttér van. Vagy be volt éppen akkor tépve, amikor csinálta, vagy rendszeres drogfogyasztó. És egészen szélsőséges dolgokat csinálnak az emberek, és nem pusztán azért, mert az önkontrollja hátramaradt, hanem szerintem azért, mert démoni megszállottá válik az életét. És akkor trancsíroznak. Szerencsétlen másik embereket. Szóval borzalmas. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy továbbadjátok a fiataloknak azt, hogy jó, nagyon jó távol tartsák magukat mindenféle józanságot elszakító, józanságot elvevő dologtól, és sokkal veszélyesebb bármilyen a drogfogyasztás. Szexuális kicsapongásnál sokkal veszélyesebb mindennél. Tehát borzasztó. Oké. Ennyit a részegségről. A bujálkodás a következő. Ugye, nyilván. A koité szó ágyat, házas ágyat és közösülést jelent. A szó, ami itt jelen van a görögben. És hát bujálkodásnak fordítja a Károli. Miről vagyon szó? Hát nyilván szexuális kicsapongásról vagyon szó. Tehát amit Isten nem, hogy is mondjam, nem fogad el, nem helyes, ő megtartja a házasságon belül ennek a egy zárt kapcsolaton belül megtartja ennek a létjogosultságát, és aki most nem az a kérdés, hogy most házas vagy hogy mondják ezt a másikat, hogy mondjátok meg, élettársi viszonyban van, nem ez a kérdés, nem ezen szőrözünk, hanem azért szőrözünk, hogy őnek egy zárt szexuális kapcsolata van, vagy nem. Mert ha nem, akkor baj van, akkor beleakadt Istennek a rendtartásába. Oké? Okay? Mert minden népnek más a szokása a házasságkötésre, meg a házasultságra. Bibliában házasságkötési ceremónia nincsen. Nincsen fixálva semmi azzal kapcsolatban, hogy ezt hogy kell csinálni, hogyan nem. És a jól ismert ige, hogy amit megköttök a földön, az a mennybe is kötve részen, az nem a házasságra vonatkozik. Fogadkozni meg nem fogadkozunk, ugye? Tehát amikor a fogadalmat kell tenni az anyakönyv vezető előtt, akkor leizzadok. Az ige azt mondja, hogy ne fogadkozzál. Ugye? Tehát ilyen, meg a misén, a házassági misén. Szóval ebben nem akarok belemenni. A lényeg az, hogy Isten azt mondta, hogy a szexuális közösség arról szól, hogy van egy fiú, egy lány, és ők ketten. És ami ezen kívül van, az problémás. Azt hívhatjuk bujálkodásnak, hívhatjuk promiszkuitásnak, hívhatjuk ahogy akarjuk, hívhatjuk 3,14-nek is, hogyha tetszik a pi, de akkor is istentelenség. Oké. Okay. A következő az aszlégia, az a feslettség. Ez feslettség. Egész egyszerűen a kordában nem tartott testi vágyakról vagyon szó, tehát a testednek a vágyait kordában kell tartani. Te kell, hogy uralod a testedet, és nem fordítva. Ha ez nem így van, akkor bizony égtelenül viselkedel. És a szeretet nem cselekszik égtelenül. Na most, természetesen ez a világ tel is tele van mindenféle olyan dolgokkal, amik ez ellen mennek. Mindenféle áramlatokkal, mindenféle divatokkal, mindenféle reklámokkal, mindenféle dologgal. Legális és illegális szinten egyaránt. Tele van.
És nyilván miért van tele? Azért, mert nem istenes a világ, tehát nem Isten követi a világ. Tehát buzdítanak a részegségre, buzdítanak a szexuális kicsapongásra, buzdítanak, mindenféle buzdít a világ. Tehát ezért is jó, hogyha az ember kicsit a világtól távol tartja magát, a világi médiától távol tartja magát, mert ez zabáltatja az embert ennek a fogyasztására, ugye? És hát ez a következő mondat, a 14-es, amit ugye eredetileg nem akartam felolvasni, hanem azt mondja, hogy öltözétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok kívánságokra. Ezt csinálja a világ. Táplálja a testet kívánságokra. Semmi más nem csinál. A világban mi van? A testkívánság, a szemkívánság, a életkérkedése. Más se csinál, mint kívánságokra táplálja a testet. Hogy te ne tudjál, ne tudjad a testi vágyaidat, a kívánságaidat kordában tartani. És ez mindennel így van, figyelj, ez így van a kajálással, ez így van a legújabb mobiltelefonnal, ez így van az új autóval, ez így van a szexualitással, ez mindent nyomat neked a világ, hogy ne tudjad a vágyaidat kordában tartani. Tehát ha lehet, nagyon legyél szelektív, hogy milyen világi médiát engedsz magadhoz, mert szinte mindenhonnan ez fog jönni. És nézd meg a másik nagy tulajdonsága a világnak, hogy elmos mindent, ugye? Most már nem azt mondjuk, hogy hazugság, azt mondjuk, hogy retorika, meg alternatív igazság, meg ilyeneket mondunk. Ugye? Tehát borzalom. Az embereknek már nincs szégyene, meg szégyenítene, ezt nem is lehet. Hát mindenkinek a joga van a méltósághoz. Jaj, tehát borzalmas ez a világ, borzalmas. És istentelen, végtelenül, tehát ebből lesz is baj szerintem. Na, nézzük már a következő igét, és ne foglalkozzunk ezzel. Az ékes viselkedés, kedvenc igém az 1 Korintus 14:40. Ha hiszed-e, ha nem, még a gyülekezetben is vissza lehet, még Isten ajándékaival is vissza lehet élni, és lehet vele égtelenkedni. Mindenek ékesen és jó renden legyenek. Hát az ember, amikor, most gondolj bele, bemegy Isten házába, ha tetszik így mondani, mert ugye Istennek háza az, a mi vagyunk, ugye azt mondja az ige, de hogyha valaki egy Isten tiszteletre, egy keresztény közösségbe kerül be, akkor azért az Isten házába kerül be, ha tetszik így mondani, mert most azt a termet az Isten bérli éppen, és ott olyan dolog folyik, ami elméletileg Isten tisztelet folyik. Na most, hogyha ezt nem sikerül jól csinálni, és égtelenné lesz, akkor aztán borsózik annak a háta, aki bejött. Ugye? És próbál az ember úgy viselkedni gyülekezetben, de hát nagyon csodálatos igék vannak itt ezekben a dologban, ezekben a szakaszban. Például, hogy végig lehet nézegetni ezeket a szakaszokat, belenézünk egy-két igébe, 23-tól a 25-ig, mert az Isten nem az őrjöngésnek, hanem a békességnek Istene, miként a szentek minden gyülekezetében, ugye, mondja az egyik ige szakasz, és ugye utal a 23-25-igre, azért, ha az egész gyülekezet egyedül, egybegyül, és mindnyájan nyelveken szólnak, beméne az idegenek, vagy hitetlenek, nem azt hiszik-e, hogy őrjöntök. De ha mindnyájan profétálnak, bemegy egy hitetlen vagy avatatlan, az mindenektől megfedetik, mindenektől megítéltetik. És ilyen módon az ő szívének titkai nyilvánvalókká lesznek, így arcra borulva imádja az Istent hirdetvén, hogy bizonnyal az Isten lakik bennetek. Na ez az egyetlen ige, ez a 25-ös, ami arra utal, hogy proféciában megjelenhet, hogy is mondjam, tehát megjelenhet olyasmi, ami Jézus Krisztus csinált ugye rendszeresen. Tehát ugye arról vagyunk szó, hogy Jézusnak azt mondták, hogy arról ismerünk meg téged, hogy neked, te vagy az Isten fia, hogy nem kell, hogy bárki megkérdezzen téged. Tudod te, mi van az emberek szívében? Ez többször van az igében. Többször tanítványok tapasztalják, többször csak ugye narrátor mondja, hogy nem bízta vala magát rájuk, mert tudta, hogy mi van az emberek szívében, stb. Ez egy isteni tulajdonság, és ez az isteni tulajdonság előkerülhet proféciában. Érted? És profétai, tehát ihletett beszédben mondhat olyat bárki keresztény, ami reflektál valakinek a szívére, aki bejött a gyülekezetbe. Voltak ilyen élményeink, ugye, régi szép időkben, amikor emberek még bejártak gyülekezetbe, hogy bizony olyan dolgok hangzottak el, amin azt mondta, hogy ő nem tudott innen elmenni, ezt végig kellett hallgatni, mert minden az ő kérdésére való válasz volt. És ilyen, bizony, ilyen is
Ilyen előfordulhat, de hogyha most a gyülekezetben mindenki nyelveken ordibál, vannak ilyen helyzetek, vannak ilyen gyülekezetek sajnos, ahol ezt nem veszik figyelembe. Hát, és erre mondja a 33-as ige, hogy Isten nem a, ugye nem, itt nem visszavonás van, hanem rendetlenség, zavar, kavarodás. Itt jelent az az ige, amit visszavonásnak fordít a régi Károli, hanem békesség. Tehát nem a rendetlenség, zavar, kavarodásnak az Istene az Isten. Ez egy nagyon fontos gondolat, tehát hogyha az életedben rendetlenség, zavar és kavarodás van, akkor gondold el, hogy mennyire hatja át Istennek az akarata az életedet. Ezen, hát és lehet arra azt mondani, hogy jó, persze mások okozzák az életemben a kavar zavarodást, ez egy bizonyos szintig rendben van, de egy bizonyos szinten le kell húzni a rólót, és azt kell mondani, hogy állj. Mert az én integritásomhoz nem férhetsz hozzá. Nem férhetsz hozzá, és nem dúlhatod fel az életemnek a teljességét, azért, mert te állandóan hazudsz, állandóan keversz, állandóan tere-tere-tere-tere-tere. Oké? Okay? Ez egy fontos dolog, mert azt mondja az írás, hogy a mi Istenünk az a békességnek, meg hát a rendnek az Istene. És hát ez így van, gyerekek, hát milyen rendet teremtett Isten, ugye? Tehát én mindig azzal szoktam mondani, nézd meg a biológiát. Tehát, mit tudom én, hány ezer éve itt él az ember, és szaporodik, és viszonylag ritkán látod azt, hogy az embernek a homlokára nő a füle, és a fenekére a szeme. Tehát ez a rendet, amit Isten felállított, ezt felállította. Mindenkinek a fején van a két szeme, viszonylag előre néz bele, két füle mindenkinek oldalra áll, és ezt végigmehet az egész teremtésen is megnézheted, hogy ez így van. Isten rendet rakott, és kész. És ez úgy jó. És hogyha átrendezed valakinek a génállományát, akkor nem lehet átrendezni a génállományát. Tehát ezek nem lehet hozzányúlni az, amit Isten úgy gondolta, hogy ez így jó, úgy jó. És az életedet is kell, hogy áthassa ez a dolog. Na most, hogy kerül ide az ékesség vagy az égtelenség? Ebben a szakaszban azt látod, hogy a Istennek egy áldása, a nyelveken való szólás, a nyelveken való imádság, ami egy rendkívül fontos dolog, nem részletezem, tudod miért? Az lehet indok arra, vagy lehet okozója annak, hogy valaki megbotránkozik. Valaki elfordul Istentől. Vagyis Istennek a legnagyszerűbb áldásai lehetnek okozói annak, hogy te azt égtelenül használva valakit elfordítasz Istentől. Na most, hogyha a Szent Szellemnek ilyen megnyilvánulása okozhatja azt, hogy valaki elfordul Istentől, akkor bármi, amit Istentől kaptál, okozhatja azt, hogy valaki más elfordul Istentől. Ha te égtelen módon használod azt. Tehát akármilyen állás, itt jön be például a dicsekvés, tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy az emberek szerényen, szelíden, tehát lehetsz te áldott borzasztóan, lehetsz te gazdag borzasztóan, és ne villancsa, mert azt Isten nem szereti. Mert akkor az emberek azt mondják, hogy jó, ha persze, ugyanúgy csak a pénzről szól. Már is okot adtál arra, hogy az ember önigazult legyen, és azt mondja, hogy persze, Isten csak a pénzről szól. Hát, ja, hát persze. Ő fog, majd a végén kitérünk arra, hogy fog akkor is megbotránkozni, ha nem adsz rá okot, de akkor legalább nem adtál rá okot. Oké. Okay. Timóteus 2.9, gondolom ez az 1 Timóteus, mert nem írtam oda. 1 Timóteus 2.9. Öltözködés. Hasonlóképpen, majd a 8-asra is átérünk. Az asszonyok tisztességes öltözetben, szemérmetességgel és mértékletességgel ékesítsék magukat, nem hajfonatokkal, aranyakkal, gyöngyökkel, vagy ugye drága öltözetekkel. Ugye így hívja, az eredeti görög szavag úgy szól, hogy vagy ruháknak felhúzásával. És ugye mindegy. A lényeg az, hogy ne az öltözet legyen az, ami szemet szúr. Kétféleképpen szúrhat szemet az öltözet, úgy, ha extravagáns, vagy úgy, ha nem takar. Ugye? Tehát lehet extravagáns, és lehet szexista öltözködés. Mind a kettőt gyakorolják keresztények, sajnos. És az égtelen. Na most hál' Istennek, én egy olyan gyülekezetben vagyok, ahol ezt nem szoktak emberek elkövetni, dicsőség Istennek. De ez a tanítás kimegy a netre, és meghallgathatják a drága testvéreink, főleg hölgyekre gondolok, akik magukba szállhatnak, hogy mit mutatsz meg magadból és miért, édesem. Mutatsz meg magadból és miért, mit akarsz elérni. Ugye? Hát, hogyha nem akarsz eladni, akkor ne hirdess, szokták volt mondani. Ez egy csúnya mondat, én tudom, de hát édesem.
Ezt mondja Pál apostol, hogy úgy azt mondja, hogy tisztességes öltözet. A tisztességes öltözet az azt jelenti, hogy nem, teljesen egyenes vagyok. Nincsenek olyan hátsó szándékaim, hogy valaki engem megkívánjon. Mesztelenkedni akarsz, akkor menj el a nudista strandra. Ott mindenki úgy van, és azt te legyél, ettől vagy boldog, menjél. De a gyülekezet az egy más hely. Tehát itt nem mutogatunk olyanokat, amiket nem kell mutogatni. És ezt még egyszer mondom, két dolgot jelent. Lehet, hogy te szereted, hogy fél kiló arany lóg a nyakadban, de az igen nem szereti. Oké? Lehet, hogy te szereted, hogyha olyan gatya van rajtad, hogy bevág a bevág, az igen nem szereti, bocsassál meg. Jó, elég nyíltan beszélek én ezekről a dolgokról, hát ez van. Tehát ez jelenti azt, hogy tisztességes öltözet szemérmetességgel és mértékletességgel. Ezt jelenti ez. Oké. Menjünk egyel visszább, hogy akkor boldogok lehetek, megszabadultatok a szexista témától, meg az aranyaktól. Akarom azért, hogy imádkozz a 8-as vers, jó? Tehát 1 Timóteus 2.8. Akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelvén föl. Na most ez nem azt jelenti, hogy fertőtlenítővel jól összekented a kezed, mert most ez a divat. Ugye? Nagyon-nagyon figyelünk arra, hogy a testünk oltárra tiszta legyen. Most már lassan fertőtlenítőben fogunk fürdeni, galgarizálni, és nem tudom még mit csinálni, irigálni. Nem, ez nem ezt jelenti. Ez a tiszta kezeket emelvén föl, azt jelenti, hogy tisztességes életed van. És amikor te a kezedet fölemeled, akkor az a kéz nem csinál gonoszságot. Nem csinál gonoszságot. Nem csinál olyan dolgokat, amiket nem kellett, hogy csináljon. Most nyilván az ember a legtöbb dolgát a kezével csinálja, ezért mondja Pál, hogy tiszta kezeket emelvén fel. Ugye? Tehát az ember nem a fülével mosogat, nem a lábával törölget el, tehát az ember a legtöbb dolgot kezével csinálja. Ha tisztességes az, ha gonosz az. És két dolgot emel ki, drága testvérünk, azt mondja, hogy itt a 8-as versben harag és versengés nélkül. Harag és versengés nélkül. Ez nem véletlen, hogy ezeket kiemeli, hogy nagyon-nagyon fontos dolog, aki Isten elé járul, hogy ez ne haraggal, ne haragudjál te senkire. Azt mondja a Biblia, ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, a nap le ne menjen a te haragodon. Magyarán fölhúzhatnak téged, felszívhatod magad. Én azt mondom, jobb ha azt se teszed meg. Jobb ha azt se teszed meg, mert amikor megharagszol és kitörsz, ugye, akkor azután meg a problémát kell megoldani, meg azután meg bocsánatot kell kérni, meg elsimítani kell, meg én nem tudom, mit kell csinálni. Tehát jobb, ha nem is haragszol meg, ugye? De aztán az végképp nem megengedett, hogy nem hogy megbocsátatlan vagy, ugye? Mert az Úr Jézus megbocsátott neked, tehát leszel szíves te is másoknak. És igen, keresztények csinálnak olyan dolgokat, amit muszáj megbocsátani. Bocs. Még keresztények is csinálnak olyan dolgokat, butaságból, figyelmetlenségből, önzésből, magatürtetés hiányában, azért, mert nem szeretetben járnak sokszor. És akkor kénytelen vagy megbocsátani, és hát ugye Isten meg az, aki meggyógyítja a szívedet. Versengés nélkül, azaz civakodás, kitöbre, annyi mindennel tudnak az emberek versengeni, nem Istentől van a versengés, tehát a versenyt azt nem Isten találta ki. Nézd meg, ez egy primitív emberi tulajdonság. Primitív emberi tulajdonság a versengés. És akkor ez megy a ki tud többet, ki okosabb, ki tud nagyobbat mondani, kinek van nagyobb, kinek van erősebb, ki tud gyorsabban. Katasztrófa. Ennek a legalja meg, bocsánatot kérek, a sportverseny. Hát ez a gladiátor képzés, ugye? Ha valaki attól sztár, mert gyorsabban tud szaladni. Bocsáss meg, ez azért a legalja. Tehát azért az emberi tevékenység ezek talán egy kicsit többet ér az emberi kultúra, mint az, hogy ki tud gyorsabban szaladni. Én nem bánom, ha valaki gyorsan tud szaladni, meg azt se bánom, hogyha valaki fit és sportol. Az Úr Jézus áldja meg, nagyon jól teszi, egészségesebb lesz tőle. De a versenysport az másról szól. Tehát valakit azért hype-olunk, mert ő messze tudja dobni a labdát, de másik. Nőröhely. Egész egyszerűen. És vannak emberek, akik egy életet erre építenek föl.
hogy ő legyen az, aki a legnagyobb súlyt tudja felemelni. Hát most ne haragudj, jó van, lehet ezt csinálni, de talán az emberiség tudott nagyobb teljesítményeket is produkálni ennél. Mint hogy most ki tud gyorsabban elfutni A-ból B-be. Na, szóval a versengés az mindenhol ott van, a kereszt a gyülekezetben nem lehet ott, oké? Okay? És az, ami nagyon fontos, hogy mivel, akkor mivel ékesítsek, ugye? Tehát ha nem lehet kinn a fél testem, nem húzhatok hatalmas aranyakat, akkor mit csináljak? 10. vers, hanem mint illik az Isten félmelt való asszonyokhoz vagy férfiakhoz, hát most épp az asszonyokat szólítja meg itt barátunk Pál, férfiakat is megszólíthatja, hanem mint illik az Isten félelmet valló férfiakhoz, jó cselekedetekkel, ékesítsd magadat. Jó? De én most itt jöttetek a gyülekezetbe, több hölgyet megdicsértem, hogy milyen csinos, nem azért, mert most itt vicceltem, nagyon örülök, hogyha valaki csinos, elegáns, szép, dicsőség Istennek, nagyon modesztek vagytok, tök jó. Ettől boldog vagyok ettől a gyülekezettől. Nem erről van szó, hogy farmerbe gyere, vagy mit tudom én, mert Tibor azt mondta, hogy nem szabad. Lehet csinosan felöltözni. Szuper. Fantasztikus. Csak tisztességgel. Ámen. Következő igénk. Titus 2.10-et azért raktam ide, mert hát erről is leszoktunk egy kicsit. Azt mondja, ne tolvajkodjanak, hanem teljes jó hűséget tanúsítsanak, hogy a mi megtartó Istenünknek tudományát ékesítsék mindenben. Vannak itt ilyen jó tipek, szolgákat nincs, hogy az ő uraiknak engedelmeskedjenek mindenben, kedvüket keressék, ne ellenkezzenek. 8. Egészséges, fethetetlen beszédeket, hogy az ellenfél megszégyenüljön, semmi gonoszt nem tudván rólatok mondani. Mindenben magadat példaképül ad, jó cselekedetekben, stb. Ez még a 7-es vers volt. Miről van szó? Azt mondja, mit jelent az, hogy ékesítsük a mi megtartó Istenünknek a tudományát? Hát teljesen az azt jelenti, hogyha téged úgy ismernek, mint egy becsületes, tisztességes, fethetetlen, pontos, gondos, jó munkaerőt valahol, mondjuk egy munkahelyen, vagy egy ilyen embert, és bizonyságot teszel, azt egész máshogy fogadják, mint hogyha egy tolvaj, trehány, gondatlan, büdös bunkót adsz elő, és utána teszel jó bizonyságot Jézus Krisztusról. Nem ékesítetted fel az Istennek a tudományát. Tehát amit Isten megcsinált, az tisztességesen, becsülettel, pontosan. Nem ezt jelenti, hogy nem tévedhetsz, nem azt jelenti, hogy nem fáradhatsz el, nem jelenti azt, hogy nem csinálhatsz hibát, de a hibát miért csinálod? Mert nagyibben nem érdekel az egész, hogy mi történik, vagy azért, mert így jártál, tudod, az nem hibázik, aki, van ilyen mondás, az nem hibázik, aki nem dolgozik, de hogy is nem. Na, azzal hibázott, hogy nem dolgozik. Ugye? Nem is kell neki már más csinálni, már hibás, kész. Tehát nyilván van ilyen, de hát jó hűséget, mindenben jó hűséget tanúsítván, az azt jelenti, hogy megbecsülöd a dolgokat, úgy bánsz velük, stb. Ezzel lehet ékesíteni a tudományt. Az Úr Jézus Krisztusnak a tudományát. Dicsőség Istennek. Na, kérem szépen. Nézzünk még igéket. Lukács 17.1. Egy következő téma a megbotránkozás. Ez az égtelen viselkedésnek a csúcsa. A Lukács 17.1-ben van egy csodálatos ige, idézőjelben csodálatosat. Mondta pedig a tanítványoknak, mármint Jézus, lehetetlen dolog, hogy botránkozások ne essenek, de jaj annak, aki által esnek. Jobb annak, ha egy malomkövet vetnek a nyakába, és a tengerbe vettetik, hogy nem mint egyet e kicsinyek közül megbotránkoztasson. Nagyon kemény dolog ez. És akkor mondja Jézus utána, hogy ha vétkezik ellened az atyád fia, akkor mit csinálj vele, hogy csinált, hogyan ne csinálj. Mit jelent a megbotránkoztatás? Hát kérem szépen, azt jelenti, hogy az én tevékenységem miatt, az én cselekedeteim miatt valaki más elfordul Istentől. Ez lehet az én morális cselekedetem, vagy lehet az én tanításom.
Hát ha jó, bebizonyítom valakinek az evolúciónak az igazságát, akkor én megbotránkoztattam az illetőt. Nagyon sok ember, amikor a 60-as években elkezdték az evolúciót nyomatni az Egyesült Államokban, nagyon sok keresztény ember lett hitehagyott. Ez nagyon súlyos dolog. Azt mondja, hogy ennek az embernek jobb lett volna, mint hogy a malomkövet vessenek a nyakába és a tengerbe vessék. Borzalmas a tengervízben való megfulladás, ez az egyik legkínosabb halál. Nem akarom részletezni miért. Legrosszabb, rosszabb az édes vízben megfulladni. Ez szörnyű. Azt mondja Jézus, hogy még ez is jobb annál. Jézus nyilván tudta, hogy nagyon szörnyű dolgot mond el. Ezekért szokták a... Én nem mondom azt, hogy kivétel nélkül, de olyan helyeken, ahol van halálbüntetés, ha valaki ilyet csinál valakivel, azt rendszeresen halálra ítéli. Ott nincs mese, valakit élve vízbe folytanak, akkor ezt, és megfogják az illetőt, az általában a legsúlyosabb büntetést kapja mindenhol. Mindenki tudja, hogy ez a legborzalmasabb halál, nem? És azt mondja Jézus, hogy még az is jobb dolog, hogy így meghalsz, mint az, hogy valakit elfordíts Istentől a tudományoddal, vagy a viselkedéseddel. Hát ezt képzeld csak el, súlyos, nem? Itt egy nagyon szörnyű mondás. Na de hát, ez azt mondja, hogy itt a Máté 18.7 is gyakorlatilag ugyanezt mondja, kicsit más a hangsúly. Máté 18.7 azt mondja, hogy szükség! Jaj a világnak a botránkozások miatt! Miért jaj a világnak a botránkozások miatt? Hát mert minden istentelen ember, féktelen ember. Aki Istent nem fél, az embert nem becsül. És a világ azért ilyen, amilyen, mert az emberek nem hiszik el, hogy egyszer szembe fognak állni Istennel, és mindennel el kell számolni. Mit műveltél a másik emberrel? Mit műveltél a másik emberrel? Az egyik gyengém a kriminális dokumentumoknak a fogyasztása. Nagyon sok ilyen kriminál, tehát ilyen hogy mondják ezt, bűnügyi dokumentumot láttam, olvastam, stb. És volt egy fickó, aki hát egy ilyen taxisofőr ember volt, és nagyon érdekes dolgot mond, megvádoltak azzal, hogy megöltek egy prostituáltat, és a fickó többször felvette ezt a nőt, és megvádolták azzal, hogy ő ölte meg. Nagyon érdekes dolgot mondott ez az ember. Aztán persze nem ő ölte meg, mit tudom én, és ő azért vette föl ezeket a lányokat, mert szánta őket, és amikor már kifogytak minden pénzből, mert minden, amikor meghívta őket enni, vagy valami, amikor fuvar között volt, már úgy értem, hogy taxis volt, és nem volt fuvarja, akkor fölvett egy ilyet, és attól. Ezt persze nem tudták róla, és azt mondja, hogy én őrizője vagyok az én fele barátomnak, mondja ez az ember, és meglepődtem. És eszembe jutott, hogy mire utal ez a manus. Hát Kainra. Amikor Kain megölte az öccsét, és Isten kereste rajta, akkor Kain azt válaszolta, hogy hát én mi vagyok, én őrizője vagyok az én fele barátomnak? Gyilkosa volt. És azt mondja, hogy, és az ember azt mondja, hogy én őrizője vagyok a fele barátomnak. Elképesztő. Vagyis vigyázok még egy szajhára is. Elképesztő volt ez a manus. Félelmetes bizonyság volt az ő részéről. Persze nyilván kiderült, hogy nem ártatlan meg minden, de miről van szó, jaj a világnak a botránkozások miatt, mert az az ember, nézd meg, egy egyszerű taxisofőr vagy egyszerű bárki képes jót tenni a másikkal, ha istenes szíve van. De ha istentelen szíve van, akkor jaj attól az embertől. Akkor jaj nekünk attól az embertől. Mert az bármire képes. Az bármire képes. Oké, tehát azt mondja, Jézus úgy folytatja, mert szükség, hogy botránkozások essenek, de jaj annak az embernek, aki által a botránkozás esik. Jaj a világnak, kérem, az elistentelenedés miatt, és megvannak a csúcs szereplői annak, hogy ez a világ elistentelenedett. Hát ők kapnak majd az arcukra, azt hiszem. Sajnos ez van. Azt mondja a Máté 13.41, a Máté 13.41, gyorsan haladok, mert rettetesen megy az idő. Máté 13.41. Az embernek fia Jézus, tehát elküldi az ő angyalait, és az ő királyságából összegyűjtik a botránkozásokat mind, és azokat is, akik gonoszságot cselekszenek.
Jó, hát nyilván, és bevetik őket a tüzes kemencébe, ott lesz egy sírás, stb. Stb. Tehát magyarán a botránkoztatókat külön kiemeli, nyilván a bűnösöket, de a botránkoztatókat külön kiemeli itt az Úr Jézus Krisztus. Egy külön kategória, barátom, vagyis az az ember, aki miatt Istentől fordulnak el többiek. Jó? Cselekedek, Abcsár 24.16, Abcsár 24.16. Gyorsan-gyorsan haladok, ami igét bele tudok dugni a torkunkon, azt most gyorsan megteszem, 24.16, hogy nekem félbeszakítani ezt a tanítást. Ebben gyakorlom pedig magamat, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen az Isten és emberek előtt mindenkor. Vagyis Pál apostolnak az egyik fő tevékenysége az, hogy a lelkiismerete tiszta maradjon. Rettenetesen jó szégyene lehetett a Pál apostolnak, vagy nagyon érzékeny lehetett erre a dologra. Hát nagyon figyelt arra, hogy senkit ne bántson meg, senkit ne, hogy nehogy valaki gonoszszal illesse azt, amit ő képvisel. Szóval ebben gyakorlom magam, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen Isten és emberek előtt mindenkor. Vagyis ha az lelkiismeretem nem vádol engem, hogy mit csináltál Tibor, akkor nyugi van, és ebben gyakorolja magát. Vagyis mit csinál? Nagyon figyel arra, hogy mit fog mondani erre az én lelkiismeretem, hogy én ezt csinálom. Ugye? Nagyon fontos kijelentés. Tiszta lelkiismeret, sima út, ugye? Görögül azt jelenti ez a kifejezés, ez az aproszkoposz, hogy sima út. Tehát amikor nem döccsem meg a lelkiismeret, uff, ez azért nem volt. Jó? Oké. A Róma 14.13-ban Pál tanítja is ugyanezt, tehát gyorsan ugrunk a Róma 14.13-ba. Olyan ige dózis van itt, hogy ihaj, csuhaj megint, ugye. Annak okáért egymást többé ne ítéljük, hanem inkább azt ítéljük, hogy az atyánk fiának ne szerezzünk megütközést vagy megbotránkozást. Nekünk nem az a dolgunk, hogy a másikat fikázzuk, nekünk az a dolgunk, hogy úgy viselkedjünk, hogy a másiknak ebből ne legyen lelkiismereti konfliktusa. Ez nagyon fontos dolog. Oké? Okay. És a Róma 14.13-tól 23-ig elolvasod a szakaszt, nem tesszük most meg, illetve az 1 Korintus 8.1-től 13-ig, akkor azt fogod látni, hogy Pál apostol azt tanítja, hogy vigyázz a másik lelkiismeretére. Tehát ne engedj meg magadnak olyat, amit a másik kárhoztat. És erről szól ez a szakasz, tényleg gyorsan akarok, pörgetni akarom ezt a dolgot, ha tetszik így mondani, mert lassan egy órája beszélek. Tehát ugye a kajáról van szó, hogy a bálványtemplomhoz ne menjél el kajálni, mert akkor ugye miről van szó, mi volt a bálványtemplom, nem tudom, tudjátok, de régi szép szokások közül az egyik volt, hogy kaját ajánlottak fel a bálványistennek, és akkor azt utána úgy oldották meg ennek a kajának az idézőjelben megsemmisítését, hogy kiosztották az embereknek, aki akarta, jöhetett és ehetett gyakorlatilag. És akkor, aki szegény volt, nyomorult volt, az jött és evett. És azt mondja, hogy te ebben ne vegyél részt, légy szíves, ne menjél el ilyen helyekre eszegetni, mert azt hiszik rólad, hogy te is annak az Istennek a hódolója vagy. És a bálvány templomnál vendégeskedel, azt ne tedd, mert te tudod, hogy ez csak egy kaja, nem érdekes, tehát neked az a bálvány semmi, meg te egy Istent imádsz, de mi van a gyengébb lelkiismeretű ember, aki azt látja, hogy? Hát ezer is egy ilyen van. Nekem volt olyan testvérem is, aki azt hitte, hogy már a kávé ivás már bűn. Én nem láttam az igében sehol ezt a dolgot, hogy a kávéfogyasztás bűn lenne. Voltak olyan testvérem, akik utána néztek, hogy a parizerben van-e vér, mert a vér és a fulvaholt állat és stb. És nem egészen értették ezt az igét, hogy a vérrel együtt a hús ne egyétek meg, stb. Stb. Én a magam részéről ezt tartom, tehát direkt vért nem fogyasztok, és akkor tehát ebből olyan cirkuszok vannak, hogy te megeszed ezt, a vér van. Na és akkor kiakadás. Volt olyan testvérem, akik megtudta, hogy én néha sört fogyasztok, hát az teljesen kiakadt rám. Hát te nem is vagy keresztény, hát te nem is vagy testvér, hát milyen dolog ez? Hát nyilván, hogyha tudtam volna, hogy ettől így kifekszik, sose tudja meg tőlem, hogy néha iszok egy sört, de hát ez, tőlem aztán tönkre mennének a sörgyárak, az biztos, amennyi sört iszok én, de néha előfordul. És a Biblia nem azt mondja, ne igyál sört, azt mondja, ne részegedj le, tehát józan maradjál.
Amen. Erről a szakaszról van szó, és nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy ne roncsd le a te ételeddel azt, akiért Krisztus meghalt. Ez a 20-as vers, tehát ez a Róma 14-20. 15-20. Róma 14-15-től 20-ig. Olvasd el otthon majd. Jó? Tehát Róma 14-15-től 20-ig, és a 20-as vers az, hogy ne roncsd le azt, akiért Krisztus meghalt. Ugye? Tehát ugye magyarán. Jézus Krisztus az életét adta, érted, hogy megments, te meg tönkreteszed a lelkiismeretét. És Jézus nem azért jött, hogy ő szenvedjen a lelkiismeretével, hanem azért jött, hogy megszabadítsa őt, megmentse őt. Ez egy nagyon fontos dolog, és ezzel nagyon kell vigyázni. És nagyon fontos ige vers ebben a Róma 14-ben, a 23-as vers, Róma 14-23, hogy boldog ember az, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Ez egy fura ige, mert hát most akkor, ha helyeselem, akkor nem kárhoztatom magamat abban, de a szövegkörnyezetből mit ért Pál apostol ez alatt? Hát te valamit látsz egy testvértől, hogy ezt lehet csinálni, de és csinálod is, mert hát a testvérek is csinálják, jó, rendben van, de hát valahol azt úgy érzed, hogy hát azért ez nem teljesen tiszta dolog. És akkor, tehát magyarán boldog ember az, aki nem kárhoztatja magát abban, amit gyakorol. Ezt én csinálom, de jó lelkiismerettel. Itt jön az az ige, hogy ami nem hitből van, bűn az. Magyarán az én lelkiismeretemet ne tegye tönkre az, amit én csinálok. Mert hát láttam a testvérek példáján, hogy ők csinálják, de én a magam részére azért ezt nem tartom el, de hát, hogyha ő is csinálja, akkor hát... De ez nem tiszta. Tehát nem jó lelkiismerettel csinálod, és boldog ember az, aki mindent jó lelki, tehát csak olyat csinál, amit jó lelkiismerettel tud csinálni. Az egy boldog ember, azt mondja Pál apostol. Ez egy fontos gondolat. Jó, és az ige felszólít arra, ugye a megbotránkoztató embereknek attól tartsd magad távol, ez a Róma 16-17, Róma 16-17, ezt gyorsan felolvasom, tehát kettővel lapozunk arrébb. Róma 16-17. Kérlek pedig titeket, atyám fiai, vigyázzatok azokra, vagy jelöljétek meg azokat, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak a tudomány körül, melyet tanultatok, és azoktól hajoljatok el. Tehát magyarán, drágám, ha van olyan testvér, aki égtelenül viselkedik, akkor lehetőleg tartsd magad tőle távol. Botránkozást okozna. Tehát amikor ő megjelenik, akkor utána kiakadás van, a keresztényekre történő kiakadás van. Tehát ebben ne vegyél részt, ezzel ne legyen közösséged, jó? Mert mi nem azért vagyunk itt, hogy... Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy engem bolondnak néznek, nem Isten hülyének néznek, azzal nincs semmi baj. De hogyha engem, Krisztus képviseletét, képviselőjét néznek bolondnak, becstelennek, hülyének, azzal viszont baj van. Mert onnantól kezdve már nem engem néznek annak, hanem akit képviselek. És azt azért nem engedhetjük meg magunknak, ugye? Tehát nem azért próbálsz meg úgy viselkedni, meg olyan módon élni, mert engem azért ne szóljanak meg ki vagyok én, senki. Hát. De az én uramat ne szólják meg. Ékesítsem a tudományt, ez a nagyon fontos dolog. És hát ugye ez a 2 Tesz 3:6 írja azt, hogy ennek okán aztán attól is vondd el magad, aki rendetlenül él. Tehát van egy rendezett életmódja az emberek. Általában az emberek dolgoznak. Ez a 2 Tesz 3:6. 2 Tesz 3:6. Tehát általában az embereknek munkájuk van, dolgoznak, csinálnak valamit, családjuk van, tererem. Ez egy normális életvitel, egy normális dolog, és ha valaki ezt teljesen szétviszi, szétbombázza, és össze-vissza adhok él, az rendetlenül él. Na, hát ez van. Ez nem jó dolog, és stb. Rendnek különféle aspektusaira gondolják. 2 János 1:10, kitől kell magam elvonni? Azt mondja, aki másképpen tanít, és nem ama tanítás szerint, ami az igében van, attól is jobb, hogyha az ember óvatosan távol tartja magát, mert ugye János mire gondol nyilván? János nyilván a gnosztikusokra gondolott, és akkor, mert ugye tudjuk, ezt kirésztetesszük, fejből tudjátok. Könyvetől jön ki a gnoszticizmus, tehát nyilván erre gondol, és a Kolossé 2:8 is erre gondol, hogy vigyázzatok, hogy senki ne legyen, aki bennetek zsákmányt vet, bölcselkedés, üres csalás,
és a világ elemi tanításai szerint. Tehát arra is vigyázni kell. Most itt attól ne vondd el magad, mert nem a testvér lesz, hanem te vigyázzál arra, hogy a világi tudományok ne helyettesítsék Krisztus igazságát, jó? Ez nagyon fontos dolog. Tehát a világi tudományok közül vannak nagyon hasznosak, és nagyon jó, ha élsz velük. De vigyázz, hogy Krisztussal szemben ne álljanak, mert vagy Istennek van igaza, vagy a világnak van igaza, tudod? És akkor te ezt eldöntötted, amikor az életedet az Úr Jézusnak adtad. Jó, mi a baj ezekkel a rendetlenül élőkkel, a botránkozást okozókkal, meg a másképpen tanítókkal? Egy közös dolog van bennük, a Róma 16-18. A Róma 16-18, mert ezt felolvasom. Mert az ilyenek a mi Úrunk Jézus Krisztusnak nem szolgálnak, hanem az ő hasuknak, és nyájas beszédekkel, meg hizelkedéssel megcsalják az ártatlanok szívét, stb. Hát kérem, szóval magyarán mi a motivációja a te keresztény dolgaidnak, kinek szolgálsz? Az Úr Jézus Krisztusnak, vagy magadnak? Tehát én nagyon sok mindent lehetett ezen a fronton látni, meg lehet is látni ezen a fronton sok mindent. Oké, az utolsó igém, tényleg, és akkor utána abba már nem megyünk bele, hogy Jézus Krisztuson miért botránkoztak, meg hogyan, mert hát ez már csak egy ilyen appendix lenne, hogy igen, hát Jézuson is megbotránkoztak, de rajtad is megfognak, akkor is, ha nem adsz rá okot. Ez az egész tanítás arról szól, hogy ne adj rá okot. Ha ez mégis megbotránkoznak rajtad, az nem a te sarad, barátom. Ez van. Tehát, hogyha a te jó életeden, vagy a te igei tanításodon botránkoznak meg, hát botránkozzanak meg. Most nyilván óvatos vagy, tehát bizonyos dolgokat nem mondasz el a kezdő keresztény, nem azért tanítod, nem azért mondod az igét, hogy kiakaszd az embereket, ugye? Mert Isten igéje is Istentől kapott ajándék, és Istentől kapott ajándékkal nem akasztjuk ki az embereket. De hogyha neked nem ez van a háttérben, hanem tényleg jó a szíved, és tényleg jó a szándékod, és mégis megbotránkoznak rajtad, akkor lelke rajta. Akkor nem kell emiatt magadat stresszelni, most akkor mi volt. Jézuson is megbotránkoztak, nem egyszer, nem kétszer. Csak azért, mert az igazságot mondta. Pál apostolról is tudnék idézni, ezt a részét kiadjuk ennek a tanításnak, most már így lemarad, mert Pál apostol is azt mondja, hogy ellenségetek lettem azért, mert megmondtam az igazságot. Tehát Pál apostolon is megbotránkoztak. Pedig hát ő nem volt az az ember, aki nagyon meg kellett volna. Hát finom úriember volt, kérem szépen, csak az igazságon néha megbotránkoznak az emberek. De az utolsó igénk nem erről szól, hanem az 1 János 2.10. Ezt szeretném felolvasni, és akkor itt végeztünk. 1 János 2.10 mondja azt, hogy aki szereti az ő atyafiát, a világosságban marad, és nincs benne botránkozásra való. Hát látod, visszatértünk oda, ahova a Korintus levél 1 Korintus 13.5 beszél, hogy a szeretet bizony nem botránkoztat meg. Tehát a szeretet tapintatos, vigyáz a másik lelkiismeretére, nem csinál olyat, amit más ember elfordul Istentől. Ezt mondja János is, nem csak a Pálnak a fixa ideája az, hogy a szeretet nem botránkoztat meg, Jánosnak is fixa ideája ez, aki szereti az ő atyafiát, abban nincs botránkozása való. Azon nem kell kiakadni, a szeretetbe jár. Ennyi volt. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Bízom abban, hogy mind a két felvevőn jó lett a tanítás.